Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Utcafórum Máté Péterrel a Szexárdon. Hangsúlyban a kapcsolattartás fontossága. Választás. Listás szavazás alapján kerülnek ki a Tolna vármegyei önkormányzat képviselői. Dübörgött a rockzene. V2 radar és pokolgép Tombóváron. Perccel kerti piknik Bonyhádon. Családi kikapcsolódás, kézműves vásár. Máté Péter, a Fidesz-KDNP Szekszárdi 10-es számú egyéni választókerület képviselőjelöltje várta a helyieket a Lukas utcában. Igényfelmérés és a szempontok egyeztetése jegyében telt az utcafóruma. A képviselőjelölt feladatának érzi, hogy a megbeszéléseken felmerült kérdéseken dolgozzanak a későbbiekben. Véleménye szerint felelősségteljesen kell az igényeket kezelni, és az eredményeket is át kell beszélni. Hát nagyon fontos a lakossággal találkozni, mindenképp az igényfelmérés, hogy mik a problémák, lehet, hogy nem mindent látunk jól, lehet, hogy a lakóknak más igénye van, mint amit mi a saját szemünkkel látunk, azon kívül az előző időszakról is, én képviselő vagyok 5 éve itt, és arról is el kell számolni, és ha van kérdés, hogy miért nem történt, nem tudunk válaszolni, ez egy direkt kapcsolat, ami nagyon fontos számunkra. A fórum szervezője megemlítette a nagyobb hiányosságokat is, amik jelenleg a városrészt érintik. Tervei ezeknek a megoldására épülnek, valamint hogy a szekszárdiakkal együtt közösen fejleszi a várost. Sajnos ebben a választókerületben nagyon rosszak az utak, nagyon sok víz van, dombvidéken vagyunk, ide folyik le a víz mindenhonnan. A vízelvezetők rossz állapotúak, járdák hiányosak, nincsenek járdák, csak egyáltalán nem, hogy rossz a járda, egyáltalán nincs járda, a fő problémát ez okozza. A képviselőjelöltnek komoly elhatározásai vannak ezeknek a javításával kapcsolatban. Mindenképp ezeknek a javítása, korrigálása, ahol kell oda újat kell építeni, ahol javítani kell, ott javítani kell, a vízelvezetőket nagyrészt karban tartani kell, de kell építgetni is őket, átépíteni, vannak különféle műtárgyak, amik nem jól funkcionálnak, ezeket a hibákat ki kellene javítani, és az utakat meg kellene javítani, ami a TOP plusz pályázatból talán sikerül nagy részét, de az összeset nem egyelőre, tehát nagyon sok a kérdés, 40 utcát tettem be a TOP plusz programba a választókerületből, lehet, hogy 40 utcából nem fér bele mind az első ütembe, és nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz a második, harmadik ütemre az elég, ugye ez egy pénz egy korlátozott, tehát 1,9 milliárd forint az első üteme a TOP plusznak, és 3,6 milliárd forint a második, ami a megyével közösen van. A sikerek eléréséhez együttműködésre van szükség a jelöltek és a szekszárdiak között, ez az esemény pedig igyekezett ennek ajtót nyitni. Az idei választáson listás szavazáson dönthetünk a Tolna vármegyei önkormányzat összetételéről is. Itt minden olyan polgár szavazhat, aki Szekszárdon kívüli lakcímmel rendelkezik. A tudnivalókról Korossi Ildikó, a Tolna vármegyei önkormányzati hivatal jegyzője számolt be. A Tolna vármegyei önkormányzat választásán önállóan listát állító jelölő szervezeteknek Tolna vármegyében a népesség 0,5%-ának megfelelő 756 ajánlást kellett összegyűjtenie. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt, ők közös listát állítottak, a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület, a Mi Hazánk Mozgalom, az LMP Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom. Ezek a jelölő szervezetek gyűjtötték össze a megfelelő ajánlásokat. A választópolgárok tehát ezekkel a listákkal fognak találkozni a szavazólapon június 9-én. A mandátum kiosztásnak van egy bizonyos technikája, ugye, de az alapvető szabály az, hogy a listákra leadott szavazatok alapján kerülnek majd kiosztásra a mandátumok, tehát nyilván az a lista, ami a legtöbb szavazatot kapja, a legtöbb mandátumot is fogja elnyerni. Egyébként a vármegyei közgyűlésbe 15 tagot tudnak majd választani a választópolgárok, és ez nyilván az szerint osztódik, hogy melyik lista milyen számú szavazatot kap. A vármegyei közgyűlés néhány speciális szabályban eltér az önkormányzatokra vonatkozó szabályoktól. A legfőbb különbség talán az, hogy a vármegyei önkormányzat munkásságában rendkívül kiemelkedő szerepet kap a területfejlesztés, és ugye annak egyrészt a politika kialakítása, másrészt pedig a területfejlesztési feladatok ellátása, amiben természetesen együttműködik a helyi önkormányzatokkal is, illetve azokkal a képviselőtestületekkel is.
Fontos még tudni, hogy júniusban területi nemzetiségi önkormányzatok összetételéről is döntenek a szavazók. Tolna vármegyében roma és német nemzetiségi választásokat rendeznek. Teljes terjedelmében égett egy benzinüzemű személyautó szombat délután Dombóváron, Szarvast pusztán. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el a lángokat. Három személyautó szenvedett koccanásos balesetet szombat este Bonyhádon, a Forberger utcában. A járművekben összesen 12-en utaztak, egyiküket a mentők a bonyhádi kórházba szállították. A Magyarországi Német Énekkarok 10. országos fesztiváljának nyugati régiós minősítőjének idén a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont. A rendezvényen Tolna és Bács-Kiskun vármegye német nemzetiségi kórusai vettek részt, ahol szakmai visszajelzést kaptak énektudásukról, előadásmódjukról. A Landesrat tavasszal országszerte még három helyszínre várta a környék kórusait. A minősítőkön aranyfokozatot elnyerő csoportok vehetnek majd részt az országos kórusfesztiválon. Szekszárdon ez nem is lehet kérdés, hogy a német nemzetiségi hagyományok ápolása, legyen az szó zenéről, táncról, kultúráról, nyelvoktatásról, mindig is kiemelt fontosságú volt, és reméljük ez így marad a jövőben is. Éppen ezért nagy szeretettel adunk otthont az ilyen jellegű rendezvényeknek. Nálunk egész évben beszélhetünk arról is, hogy akár az iskolai svábbálok, a német nemzetiségi egyéb más fellépések, tánctalálkozók, hamarosan itt a Pünkösdi Fesztivál, ahol szintén láthatunk kiváló csoportokat. Tehát ez nem egy egyedi alkalom, hogy egy ilyen eseményre sor kerül. Az aparhanti Szent Bertalan templom felújítására 20 millió forint támogatást állapított meg Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Dávid Tíme aparhant polgármestere, valamint Barta Zsolt plébános közösen benyújtott igénylésére. Dávid Tíme a közösségi oldalán úgy fogalmazott, sok közbenjárást és egyeztetést igényelt a támogatás elnyerése, szívből örül, hogy sikerrel jártak. A belső munkálatok, illetve a tetőszerkezet helyreállítása már megkezdődött. Harmadik alkalommal rendezték meg Gunarason a rockmajálist. Két napon át élvezhették a rockzene kedvelői a színvonalas koncerteket. Molnár Péter szervező beszélt az állandó motivációkról, amikor a rendezvény megszületéséhez és fenntartásához vezettek. A tegnapi nap is nagyon jól sikerült. Tegnap a helyi zenekarokból volt kettő negatív hozzáállás és a Fét nevű zenekar, és őt kiegészítette a Santa Muerte nevű budapesti formáció, akik így szintén csak ilyen barátságból jöttek el játszani, mert itt nekünk az a rendezvényre a lényeg, hogy mindenki eljöhessen, ezért nem szeretnénk belépőt szedni, tehát ez eddig is ingyenes volt, és a jövőben is ingyenes lesz, és emiatt aztán tegnap is sokan olyanok is eljöttek, akik egyébként nem tehetnék meg, hogy egy rockkoncertre 8-10 ezer forintot kiadjanak. A V2 Riders énekeseként az első napot követően kicsit már fáradtan állt fel a majális második napján a színpadra. Ez az egész a V2 Ridersnek a lemezbemutató koncertjével indult 2022-ben, ami meglepő módon annyira jól sikerült, hogy ez a városvezetés számára is nyilvánvalóvá vált, hogy erre van helyi igény egy ilyen rendezvényre, és azóta is támogatják a rendezvényt 2022-ben, 23-ban és most is, és ezúton is köszönöm nekik, hogy mellettünk vannak, és soha nem sok város mondhatja, hogy van egy ilyen rendezvénye. A Pokolgép együttes szeret koncertezni, így nagy lelkesedéssel érkeztek Dombóvárra. Nyári terveikről is beszéltek, többek közt a rockmaratonról és az azt megelőző koncert áradatról, valamint meséltek nem sokára megjelenő lemezükről. Hogyha minden igaz, akkor előtte egy elég hosszú sorozatból érkezünk majd meg oda, ha jól tudom. Tehát előtte folyamatosan menni fogunk csütörtök, péntek, szombat. Talán még szerdán is, ezt jól gondolom? Egyfolytában. Ricsi bírja a kiképzést, tehát ő nem kell leállni. Mindenhová elmegyünk, ahová hívják a zenekart, és ahol színvonalas koncertra lehetőség van, akár technikában, akár hogy minden körülmény megvan adva. Tehát mi ezt az elvet valljuk, és hát készülünk vadul a új lemezre. Valamikor a hatodik-hetedik hónapban ki fog majd jönni egy videóklippel egy kis lemez talán, ami a 40 éves jubileumát ünneplő Pokolgép együttesnek az ilyen debütáló lemeze lesz. A rockzene szerelmesei másodikként a Radar zenekar ritmusait élvezhették. Mák István énekes beszélt az együttesről és a közeljövőjükről. Szabolcs megyei a zenekar, Kisvárda Nyíregyházi vegyes vágott, és büszkén mondhatom, hogy
idén évvégén, decemberben ünnepli a zenekar a 20. fennállását. Emellett most készülünk a 6. lemezünkkel, ami valamikor nyár végén jelenik meg, és évvégén a szülinapra pedig egy koncert DVD-vel fogunk jubilálni. A Rockmajál is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, igazi koncert élményt nyújtott a közönsége számára. A május 17-e és a 20-a között rendezett Szekszárdi Pünkösdi Fesztivállal kapcsolatban már a rendezvény előtt napokkal forgalmi rendváltozásokra kell számítani. A lezárások érintik többek között a Szent István teret, a Mikes utcát, valamint a Liszt Ferenc Zeneiskola és az OTP Bank közötti útszakaszt. A pontos korlátozásokról a Babits Mihály Kulturális Központ honlapja ad tájékoztatást. Bartucz Máté nagymányok polgármestere baba csomaggal köszöntötte 2024 5. nagymányoki újszülöttjét Benettet és 2024 6. újszülöttjét Rózát. A város önkormányzata képviselő testületének határozata alapján 2024. január 1. napjától az önkormányzat ajándékcsomagot biztosít annak az újszülött gyermeknek, akinek nagymányok város közigazgatási területén születéskori bejelentett állandó lakhelye van. Nemzetközi tornákra készül a Bonyhád BFC strandlabdarúgó csapata. A völgységi alakulat május végén a közép-európai kupában méreti meg magát, amelyre címvédőként érkeznek. Egy héttel később aztán Magyarországot képviselve egészen Portugáliáig utaznak, ahol az európai bajnokok tornáján szerepelnek. Itt Európa legnagyobb klubjai és a világ legjobb játékosai ellen küzdenek meg. A gárda tavaly az Új Hartyán együttesének legyőzésével kvalifikálta magát a rangos nemzetközi viadalra. Harmadik alkalommal tartották meg Bonyhádon a Perccel kerti pikniket, melyen a családok szórakozása és természetesen a közösségi együttlét volt a fókuszban. A Bonyhádi Perccel kerti családi piknik legelső és legfontosabb célját az összetartozás érzése és a családi kikapcsolódás jelentette, melyhez érdekes produkciók, a gyermekeknek szánt pecsétgyűjtés és a kézműves vásár teremtett lehetőséget. Bonyhádon már nem is tudom, hogy hányféle rendezvényt tudnánk felsorolni, ami fontos a családok számára. Ez köztük az első tavaszi rendezvény, amit mindenki boldogan részt vehet. A gyerekek ötállomásos pecsétgyűjtése izgalmas feladatokkal zajlott. Mindegyik bolyának van ilyen ábrája. Akkor is van szúróbérző, és pont oda kell beszúrni, amit az ábra mutat. Tehát ennek meg annak a bolyának ábrának meg kell egyeznie. Hatosztok. Megcsináljátok mindig helyesen, nem, és akkor visszahozzátok, megkapjátok a pecsétet. Nagy sikert aratott a süteményverseny is, amire jobbnál jobb édességeket neveztek be. Lehetett nevezni sósba és édesbe, és el kell mondanom, hogy akkora sikere van, hogy volt olyan tálca, amelyiket már letrakták, és rögtön el is fogyott. Körülbelül 20-an hoztak, és többen hoztak kettőt is, tehát édeset is, és sósat is. A gyerekek lyukasztgattak, rohangáltak föl alá, hogy összegyűjtsék a pecséteket. Köszönöm szépen, délután indultunk a családdal, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, és a gyermekeknek örömet szerezzünk. És most épp ezeket a pecsét gyűjtő dologgal foglalkozik, keresi ezeket a kis szimbólumokat, és akkor lyukasztgat, hogy meglegyen neki a teljesítménye. A legkisebbek is megismerték a piknik hangulatát. Jól érezzük. Még pici gyerekeknek még annyira nem találtunk programot, de tetszik neki. Ugye? Az esemény fontos szimbóluma volt a közös virágültetés, amivel szebbé tették a települést. Regionális híreink következnek. Oktatótermet készítettek pályázati pénzből. Okos otthonok kialakítását tanítják Pécsen. Sarki fény. Somogyban is látni lehetett a különleges égi jelenséget. Mit jelent a Smart Home, hogyan lehet kialakítani az ehhez szükséges rendszereket? Erről tudhatnak meg többet a pécsi Cipernowski Technikum diákjai mostantól. Az intézményben egy oktatótermet alakítottak ki pályázati forrásból. Az okos technológiák oktatása már része a tananyagnak.
Okos otthon modellek a szakképzésben. Ez volt az elnevezése annak a pályázatnak, amely keretében a Pécsi Cipernovszky Károly Műszaki Technikum egy tantermet alakíthatott ki. Ez az alaprajza az elképzelt háznak. A különböző helyiségeket fotók jelenítik meg. A beépített szerelvények, az okos otthonhoz szükséges eszközök azonban valóban be vannak építve a képek megfelelő helyére. Tulajdonképpen így lemodelleztünk egy kis családi házat. Amit ebben a rendszerben el lehet érni, a tanuló megismerkedhet azzal, hogy egyáltalán mire jó egy okosház, mit értünk az alatt, hogy okosház, tud azzal foglalkozni, hogy milyen ennek a villamos megvalósítási lehetősége, és ami a legfontosabb talán az, hogy megtanulja programozni, előkészíteni a működésre, majd pedig a vevői igényeknek megfelelően felprogramozni a lakást a működésre. Külön-külön is lehet kezelni például a világítást okos eszközökkel, vagy a redőnyt mozgatni így, de az okos otthon megvalósítása egy rendszer kiépítését jelenti, mondja az oktató. Valami központi egység vezérli ezek az otthonunkon belül, és akkor mi nem kell egyesével nekünk ezeket az eszközöket külön-külön felprogramozni, hanem ezek összhangban működnek, és ahogy itt a kollégám mondta is az előbb, például egy olyan automatizmust végre tudunk hajtani, hogy ha mi elmegyünk otthonról, az eszköz vagy a rendszer érzékeli, hogy mi nem vagyunk ott, az alapján, hogy igazából csak a telefonunk nincs otthon, és akkor, ha az nincs otthon, akkor leoltja a lámpákat, lehúzza a redőnyöket, és így tovább. Vagy ahogy megérkezünk, kedvenc zenénket indítja be, és így tovább. Számtalan lehetőség van a különböző megoldások összehangolására, rendszerbefoglalására. A villamos és az informatikai szakmák közös területe ez, ami már tanulható az iskolában, mondja az igazgató. Az okos otthon tananyag is egy olyan wifi rendszeren épülő okos otthont alakítottak itt ki a kollégák, ami egy tervezett ház, különböző szobáinak a működtetésére irányulnak. Ezek a projektek, amik itt megvalósultak az oktatásban és a technikus képzésben is fontos szerepet játszanak, mert tananyagként jelenik meg. Éppen ezért a kollégáim készítettek egy magyar és egy angol nyelvű tananyagot is ehhez a képzéshez, és ez is a projektnek a része. Egy Erasmus Plus projekt keretében valósították meg a Smart Home oktatóterem kialakítását. A pályázaton szerb, horvát és litván iskolák vettek részt a magyar intézmény mellett. Az oktatóterem kialakítása mintegy 8 millió forintból valósulhatott meg. Somogyban is látható volt a vöröses színű sarki fény péntekről szombatra virradó éjjel. Aki tehette, meg is örökítette a különleges jelenséget. Szombat éjjel is megjelent az Aurora Borealis az égen, azonban szabad szemmel már kevésbé volt érzékelhető. Szükséges hozzá egy fényképezőgép, de igazából egy telefon is jól lehet hozzá, egy viszonylag fényerős, nagy látószögű objektív. Ugye állvány, az állványt oda helyeztem, és akkor az északi irányban elhelyezve a gépet úgy sikerült megcsinálni a képeket. Amúgy 30 másodperces expozíciós idővel, tehát egy viszonylag hosszú expozíciós idővel dolgoztam, de 5-6 másodperc is elég ehhez, és már látszik. Innét a Fonyódi magaspartról fotózott Kajetán Jácint péntekről szombatra virradó éjjel. Mint mesélte, készült a sarki fényre. Ez egy nagyon jó hely arra, hogy megfigyelje az ember innen a sarki fényt, a sarki fény tevékenységet. Nem azért, mert olyan sűrűn van, csak az ember erre úgy tud készülni, hogy vannak bizonyos applikációk, amik ezt előre jelzik, akár egy napra, fél órára előre, és kell keresni egy lehetőleg fényszennyezéstől mentes, északi irányban nyitott területet, ahonnan jó a rálátás a horizontra, mert azért legtöbbször nem ennyire látványos a sarki fény tevékenység. A fonyódi fotós már 3 alkalommal látott Aurora Borealist, mint mesélte, mindegyik különleges volt. Nagyon nagy élmény, hatalmas. Ugye aki szerintem fotózik, aki bármilyen szinten fotózással foglalkozik, annak azért ott motoszkál az agyában, a fejében az, hogy valaha egyszer sarki fényt fotózzon. És ilyet többnyire ez úgy működik, hogy repülőről az ember elmegy Izlandra, Norvégiába, nem tudom, az északi tájakra, és ott fantasztikus képeket lehet készíteni, ha szerencséje van. De most ugye köszönhetően ennek az erős naptevékenységnek is hát rendkívül látványos fényjelenségek voltak. Az észak-európai országokban gyakori látvány a sarki fény, azonban ritkán a délebbi területeken, így hazánkban is látható az égi jelenség. A fényszennyezéstől mentes Zselici csillagparknál is megfigyelhető volt az Aurora Borealis, erről egy videót is közzétettek.
Ugyanúgy, ahogy az északi országokban mindenképpen a nap a felelős ezért a légköri jelenségért, a napból kiáramló, nagysebességű töltött részecskék azok, amik létrehozzák a Föld légkörében ezt a pompás jelenséget, és ugye azért az északi országokban, illetve hát mi keveset hallunk róla, de ott az Antarktiszon is ez mindennapos jelenség, ahogy belépnek ezek igazából protonok, elektronok nagy sebességgel a Föld légkörébe, ott találkoznak a légkör molekuláival, azokat gerjesztik, esetleg ionizálják, és aztán utána kisugározzák ezek a részecskék a kapott energiát, és ebből születik meg az a zöld vagy vörös színű derengés, amit ugye most itt Magyarországról is láthattunk. Számos tényező befolyásolja azt, hogy hazánkban szabad szemmel is látható legyen a sarki fény, mondta Mosoni László, a Zselici Csillagpark vezetője. Ahhoz, hogy Magyarországról is láthassuk, ahhoz egy olyan nagy anyag kiáramlásnak kell történnie, vagy bekövetkeznie, hogy a nap felszín egy hatalmas robbanás, egy nagy anyagáramot indít el a Föld felé, ami módosítja a Föld mágneses terét, egy kicsit deformálja. Ugye ez nem csak a Föld belsejében lévő hatalmas mágnes az, ami létrehozza, hanem a külső hatások ezt meg tudják változtatni, és így ebben a megváltozott mágneses térben már előfordulhat az, hogy sokkal délebre, a sarkvidékektől délebre is megjelennek ezek a részecskék, illetve aztán, ugye mi földlakók pedig látjuk a végeredményét ennek a jelenségnek. Legutóbb tavaly november 5-én lehetett szabad szemmel látni a sarki fényt hazánkban. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Utcafórum Máté Péterrel Szekszárdon. Hangsúlyban a kapcsolattartás fontossága. Választás. Listás szavazás alapján kerülnek ki a Tolna vármegyei önkormányzat képviselői. Dübörgött a rockzene. V2 radar és pokolgép Tombóváron. Perccel kerti piknik Bonyhádon. Családi kikapcsolódás, kézműves vásár. Szerdán az ország nyugati, délnyugati felén élénk, olykor erős délkeleti szél támadhat. Többségében napos, komoly felhős időjárás marad a jellemző. Az ország nyugati felén lehet erősebb felhősödés a délután második felétől. Északa Dunántúlon helyenként előfordulhat kisebb eső. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!